Hétfőn ismét órákra elment az áram egész Venezuelában. A délutáni csúcsforgalom alatt leálltak a metrók és a jelzőlámpák, ezzel közlekedési káoszt okozva. Egy internetforgalmat figyelő nemzetközi szervezet szerint a latin amerikai ország 94%-ában leállt a telekommunikáció, és az állami tévé is elsötétült. Akár csak az elmúlt három alkalommal Nicolás Maduro ezúttal is szabotázs akciót sejt a háttérben. Kormánya szerint ezúttal a legnagyobb vízi erőművet támadták meg elektromágneses impulzusokkal. Itt szó sincsen szabotázsról, egész egyszerűen összeomlott a rendszer. A transformátorok már nagyon öregek és nem tudják tárolni, illetve továbbadni az elektromosságot, ezért álltak le ma is. Imádkozunk Istenhez, de a gond állami szinten keresendő, magyarázta egy karakászi férfi. A kimaradás alatt a kórházakban generátorokkal biztosították az áramszolgáltatást és országszerte mozgósították a biztonsági erőket, hogy a teljes sötétben ne szaporodjanak meg a betörések. Venezuela négy éve sodródott az államcsőd szélére, és azóta már az alapvető közüzemi szolgáltatásokat sem tudja biztosítani. Márciusban az egész ország öt napra sötétségbe borult.